Ahogy a képsorokból is kiderül, a Bach Mindenkinek Fesztivál az évek alatt igazi hungarikum lett. A pandémia két éve alatt már egyaránt jelen volt az online térben és a koncerttermek világában, de a fesztivál filmjének képei alapján aluljárókban, tereken, templomokban, művelődési intézményekben is. Szinte mindenhol, ahol csak meg lehetett szólaltatni a mesterremek műveit. A fellépők között pedig ott sorakoztak Kossuth, Liszt vagy éppen Prima Primissima díjas művészek, az Állami Operaház zenekara és szólistái, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjai ugyanúgy, mint számos templomi kórus és művészeti iskolában alakult együttes. A Tolnai Magházban fellépő Parl Arte kamarazenekar is ebbe a sorba tartozik. Úgy kerültünk a fesztiválba, hogy januárban alapult a kamaraegyüttesünk, a Parl Arte kamaraegyüttes, és ugye elkezdtünk lehetőségeket keresni, hogy hol is tudunk bemutatkozni, koncertezni az elkövetkezendő időszakban, és valahogy így megtalált minket a fesztivál, így a nézelődés közben, és kapva kaptunk az alkalmon, hogy gyakorlatilag mi is részese legyünk ennek a fesztiválnak. Egyébként is szívügyünk volt, hogy a régi zenével foglalkozzunk, és hogy mi is népszerűsítsük ugye ezeket a, vagy ebben a korszakban született darabokat, és első körben ugye Bachot, hiszen gyakorlatilag a mai napig ő egy nagyon ismert, elismert zeneszerző, akinek a darabjai nem csak a komoly zenei körökben ismertek, hanem rengeteg mai popzenének az alapját is képezik a zenéi, amit persze a mai fiatalok kevésbé tudnak, de tanárként is egyébként nagyon szeretem tanítani például azokat a popzenéket, amit Bach ihletett meg, és egy az egyben felismerhetőek az ő dallamai ugye ezekben a mai zenékben, úgyhogy igazából mondhatjuk, hogy nagyon régen születtek már ugye ezek a slágerek, amik a mai napig, tehát gyakorlatilag több száz éve valójában is élnek és színpadon vannak, vagy ilyen formában, vagy olyan formában. Ezen az estén azonban a klasszikus zenéjé maradt a főszerep. Alapvetően ugye több műfajban is tevékenykedik a kamaraegyüttesünk, illetve nyilván operaénekesként, tehát a baroktól ugye a kortárs zenéig igazából mindenféle korszakkal foglalkozunk, és nyilván, hogyha vannak lehetőségek arra, hogy különlegességeket vagy kuriózumokat állítsunk a színpadra, akkor természetesen ezt megtesszük. Ha valaki komoly zenét hallgat, abban azt lehet mondani, Bach az örök sláger. Mindez abból adódik, hogy a muzsikája nagyon improvizatív. Álljon itt erről az egyik legismertebb magyar jazzmuzsikus, Szakcsi Lakatos Béla véleménye. Bach volt az egyik legnagyobb zeneszerző, nagyon tudott improvizálni, így nem állt távol a jazzzenészektől, mert általában jazzzenészek is tudnak nagyon improvizálni. A mai zenei stílusok egyike, mint például a jazz is, ugye az improvizatív dolgokra épül, tehát gyakorlatilag aki általában a jazz irányába megy el, ők viszonylag hamar megismerkednek ugye ezzel
az ágazattal, és ezen belül nyilván Bachal is. És gyakorlatilag az ő stílusából fakadóan, tehát nagyon-nagyon könnyen lehet párhuzamot vonni akár, és nem is véletlen, ugye, tehát, hogy ebben a műfajban is azért nagyon sok könnyű zenész ebből táplálkozva, vagy feldolgozva ugye ezeket a régi motivumokat egy másik műfajba áttéve is nagyon-nagyon jól megélnek. Csóka Anita szerint, ha a neves mester élne, ma egészen biztosan jazzzenész lenne. A művészek azt mondják, ez a zene, ha hagyjuk, egy egészen más dimenzióba lepíti a hallgatóságot. Bach muzsikája a zene nyelvén beszél, közös európai kultúránkról.